Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek csütörtökön Máté Szalkán. A településen tartották Szabolcs-Szatmár-Bereg megye központi ünnepségét. A megemlékezés Hanusi Péter, Máté Szalka polgármesterének köszöntőjével kezdődött, aki kiemelte, a nemzet nem csak közös nyelvet, kultúrát és közös múltat jelent, de mindazon pillanatok összességét is jelenti, amikor a történelem próbatételei egybe kovácsolják a magyar szíveket. Számomra 1848 márciusa azt üzeni, hogy érdemes küzdeni hagyományainkért, keresztény értékeinkért, és kitartani hitünk mellett. Azt üzeni 1848 márciusa, hogy mi mindannyian egy békében élő, fejlődő Mátér Szalkát akarunk. Egy várost, ahol jó élni, ahová jó hazatérni, amit büszkén mutathatunk meg az idegenlátogatóknak. Azt üzeni, hogy a fényvárosában elődeink tudása és a ma élők teremtő munkája vezet utunkon. Haza és haladás, amiért együtt küzdöttek 1848 márciusától azok a fiatalok, akikre most is úgy emlékezünk, mint a márciusi ifjakra, és méltón lehetünk rájuk büszkék, és lehetnek példaképek a mai generáció számára, hangzott el a megyei közgyűlés elnökének ünnepi beszédében. Egy október 23-ai ünnepségen néhány évvel ezelőtt már találkoztunk itt Máté Szalkán, most pedig úgy volt méltó és igazságos, hogy március 15-én ezen a fantasztikus ünnepen lehessünk itt együtt a megye második fővárosában, itt a történelmi szatmári részeken, és osszuk meg egymással a gondolatainkat, egymással örömünket, hiszen 1848. március 15-e olyan sok értelmű gondolatiságot tartalmaz, amely minden magyar nemzedéknek újabb felfedezni valót jelent, újabb és újabb jelentéstartalmakat jelent. Az ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke a testület nevébe a Magyar Sajtónapja alkalmából Balázs Attila fotóriporternek ezüst emlékérmet adományozott. A díj átadását követően Kovács Sándor tartott ünnepi beszédet. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a magyar nép megmutatta, hogy a kisebb lélekszám, a hátrányos helyzet mit sem számít, ha a függetlenség a tét. Most az ünnep előtti napokban elnézegettem az óvodákban gyermekeinket, ahogyan nemzeti színű zászlókat és kokárdákat készítenek. És ahogyan elnézegettem őket, arra gondoltam, hogy vajon egy emberöltő múlva majd ők is elnézegethetik a saját gyerekeiket? Azt hiszem, ez a kérdés minden szülőben felvetődik, hiszen nem pusztán a saját életünket éljük, de a gyermekvállalásunkkal, családalapításunkkal a jövőt is formáljuk. Az ünnepséget követően a résztvevők megkoszorúzták a Dorgai Károly honvéd százados, Kézi László nemzet őrnagy és a Szabadságharc 50 ismert Máté Szalkai közvitézének tiszteletére állított emlékművet.